A Tolnai Gesztenyéskert óvoda kezdeményezésének köszönhetően valósult meg idén is az esemény Tolnán, melyről Váli Ildikó beszélt nekünk az intézmény képviseletében. Gesztenyéskert óvoda fő profilja az egészséges életmódra nevelés. Most már harmadik éve gondoljuk úgy, hogy ezt a mozgásos napot szeretnénk megosztani a többi óvodával is. Így aztán a mai napra meghívtunk 6 óvodát, nem csak a Tolnai 5 óvodát, hanem az idén évben már a Faddi Kismanók óvodá is érkezik vendégként. A mai délelőttről azt kell tudnunk, hogy szeretnénk egy kellemes mozgásos délelőttöt eltölteni. A célunk az, hogy erő, gyorsaság, ügyesség, állóképesség megjelenjen ebben a délelőttben. Nem a győzelem, hanem inkább a részvétel a fontos. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és a kollégáim is így gondolják, a mozgás a gyerekek mindennapi életében, és hát szeretnénk ezzel a délelőttöt így kellemesen eltölteni. Tomali Kővári Zsófia és csoportja, a Kadica csoport, az Apraja falva óvodából érkezett, 15 gyermekkel vágtak neki a pályának. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek fizikai fejlesztésére. Nálunk minden nap van mindennapos testnevelés, tehát minden nap valamilyen mozgásformát beviszünk a gyerekek életébe, viszont egy héten egyszer van nagyobb mozgás, ilyenkor a testnevelés foglalkozásra a tornaszobába visszük ki a gyerekeket. A résztvevők pedig örömmel gyűjtögették a labdákat, szaladtak, tornáztak és ha kellett, zsákban is ugráltak. Elmondásuk szerint a labdajátékokat szeretik a legjobban az oviban is, valamint azokat a tevékenységeket, ahol sokat lehet futni. Fogócska, bújócska, kosár, foci, baseball. A napsütéses dél előtt vidám hangulatban telt a tolnai sportpályán, aminek a végén a gyerekek élményekkel gazdagodva, kellemesen elfáradva búcsúztak a sportnaptól.